A lélek, a szent lélek pünköstkor abba a világba érkezik, ahol a legfontosabb dolog hiányzik, a megértés. Nincs esély rá, hogy a magába fordult és így magár maradt ember megértse, a világ teremtője, az életünket kezében tartó Isten döntő lépésre szánta el magát, hogy meghódítsa a szívünket. Felállított egy kivégző helyet a világban, ahol minden bajnak, bűnnek, gonoszságnak és halálnak el kell pusztulnia. Ez a hely egy kereszt. Rajta Jézus Krisztus, aki azért halt meg, hogy nekünk, a bűn fogságában ragadt embereknek ne örök halál legyen a részünk. És azért támad fel, hogy elhiggyük, ő győzött. Nem a bűn, nem a halál. És azért győzött, hogy mi is győztesek legyünk. Életünkben és halálunkban. Hihetetlen, felfoghatatlan. 2000 évvel ezelőtt is az volt. A világ legokosabb része nevetségesnek találta, a legkifinomultabb vallás követői pedig felháborodtak. A világ teremtője, az igazi Isten, ilyet nem csinálhat. 50 napig tartott húsvét után a bénultság, annak a néhány tucat embernek a tanástalansága, akik nem csak elhitték, hanem az egész életüket arra építették, hogy Isten szeret. Így, ilyen áldozatosan szeret. Ekkor jött el hozzájuk a tanítványokhoz pünkösd ünnepe, ekkor küldte el Isten saját lelkét, szellemét, hogy ez a kicsiny sereg induljon harcba a legfontosabb dologért, Isten szeretete megértetéséért és elfogadtatásáért. Azóta van esély arra, hogy ebben a hitben összetalálkozzunk, és ne csak Istent értsük meg, hanem egymást is. A lelketlenség, a szellemtelenség állapotában az emberek alapvetően nem értik sem Istent, sem a másik embert, s végső soron önmagukat sem. Pedig olyan egyszerű, csak az út tűnik olyan bonyolultnak, amíg eljutunk ehhez a magasabb rendű egyszerűséghez. Ember, ha beengeded Isten lelkét a világodba, az életedbe, akkor nem csak elmagyarázza neked, hogy mit jelent Isten szeretete, hanem erővel, lelki erővel is betölt. Azért, hogy a másik embert meg tud szólítani, azon a nyelven, melyen nem csak hall, hanem ért is, nem csak ért, hanem úgy ismer magára, az ember, mint Isten teremtményére, szeretetének céljára, és mint a másik ember társára. Ezen a lelkes, Isten lelkével inspirált nyelven beszélhetünk egymással, hogy ne csak halljuk, hanem értsük is Istent és a másikat. Hogy ne csak értsük, hanem szeressük is azt, aki minket szeret. Hogy ne csak tudomást vegyünk egy felsőbb hatalomról, és esetleg egy kicsit így-úgy kalkuláljunk vele, hanem ennek az emberen túli hatalomnak a szeretetére alapozzuk az életünket. Fordítsunk hátat a bábeli zűrzavarnak, nyelvzavarnak, és ízlelgessük együtt azokat a szavakat, melyek erejét Isten lelke adja az ember életébe. Kegyelem, bűnbocsánat, bizalom, szeretet, győzelem, közösség és békesség.